Kedves vendégeink, szeretettel köszöntöm Önöket az első szekcióban, amelyiknek az a célja, feladata, hogy együtt emlékezzünk Maróti tanár úrra. Ez az emlékezés azt jelenti, hogy mi, akik egy idősebbek vagyunk, mint a hallgatók, valójában tanár úrra fogunk emlékezni, hiszen mi együtt dolgoztunk vele, Évával, és úgy gondoltuk, hogy ez az emlékezés akkor igazi, hogyha bennünket követő nemzedéket is meghallgatjuk. Így alakult ez a mai programunk. És ebből az alkalomból nagyon örülök, hogy hallgatókkal lehetek együtt, és mesélhetek arról, hogy milyen volt a felső oktatás az 1960-as években, és Éva a kutató Maróthiról, én pedig a tanár Maróthiról szeretnék majd beszélni, emlékezni. Tisztelettel kérem Feketénné Szakos Évát, hogy tartsa meg előadását. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a szekció résztvevőit. Gondolom azért kértek föl erre az előadásra, mert hogy sok éven keresztül, igaz, hogy én csak 1995-től együtt kutattam Maróti professzor úrral, és a közös kutatási területünk a felnőtt képzés, illetve a felnőttkori tanulás volt. Az előadásomban egy olyan struktúrát szeretnék követni, hogy Maróti Andorról fogok megállapításokat tenni, de ezeket a desk research, azaz íróasztali kutatás módszerével igyekszem tényanyagokkal is alátámasztani. Tehát Maróti Andor kompetenciáiról lesz szó, illetve kiemelve a kutatói alkatát, személyiségét, munkastílusát, és hogy miért volt innovatív. Azért megkérdezném, hogy kik azok, akik személyesen találkoztak még. Hú, csak ilyen kevesen Maróti tanár úrral. Hát nagyjából úgy fele-fele, igen. Nos, tehát akkor a Maróti Andor kutatói kompetenciáiból mindenek előtt a nagyon gazdag szakmai tudását és általános műveltségét kell a fókuszba helyeznem, ugyanis a szakmai felkészültségének a minőségéről is rengeteg visszajelzés van. Többek között gondolok a kitüntetésekre, amiket kapott, illetve például a hallgatói visszajelzésekre. Maróti tanár úrnak korát messze megelőzően volt egy hatalmas felismerése, az, hogy egy tudományterületet művelni csak úgy lehet progresszívan, hogyha eredetiben olvassuk az idegen nyelvű szakirodalmat. Ő ezt maga természetesen művelte, de maga szakfordításokat is készített, lásd a szöveggyűjteményei. Illetve Magyarországon először ő készített komparatív andragógiai művet, a Nemzetközi Összehasonlító Felnőtt Oktatás címmel, amelyről majd Németh Balázs kollégától biztos, hogy fognak részletesebben is hallani egy további előadásban. Maróti Andor munkásságát úgy jellemezte a disziplináris átjárhatóság, hogy erre rögtön egy idézetet is olvasok föl tőle, amelyet egy 1999-es Delphi kutatásban személyesen írt le. A felnőtt képzésről szólt ez a kutatás, és így hangzik az idézet. Két másik szakterületem a kultúraelmélet és a művelődés elmélete, mármint a felnőtt képzésen kívül. Meggyőződésem, hogy az ilyen orientáció eszköze lehet a felnőtt oktatásra vonatkozó jelenlegi nézetek korszerűsítésének is. Hozzáteszem, hogy ez már nem csak diszciplináris átjárhatóság, hanem egyenesen transzdisziplináris átjárhatóság.
És nem utolsó sorban Maroti Andor több mint 220 publikációt írt, és számtalan előadást tartott. Az a bizonyos Maroti Andortól sokat hallott kereső-kutató attitűd, ami szerint a felnőttkori tanulásnak is a legfontosabb jellemzője, vagy kellene, hogy jellemzője legyen, az maximálisan őt is jellemezte, mert, és ez összefüggött az ő kutatói alkatával, tehát egy igazi kutatói alkat volt, mert nyitottság, kíváncsiság, probléma, érzékenység árad belőle. A szakmai tudományos közösségben úgy jelent meg, hogy nem volt szinte olyan nem volt szinte olyan konferencia vagy olyan tudományos ülés, amelyen a szakterületünkön Maroti tanárnő úr ne jelent volna meg. A másik korszakalkotó felismerése az volt, hogy egy tudományterület műveléséhez talán a legelengedhetetlenebb az, hogy személyes nemzetközi szakmai kapcsolatokat építsünk szakemberekkel. És ő ezt tette. Egyébként egy jellemző kis epizód erre vonatkozóan, hogy 2012-ben, amikor Jost Reichmann professzor itt járt az egyetemen, itt az itt ülők közül, igen, többen emlékeznek rá, akkor a meghívásra a Reichmann professzor első kérdése az volt, hogy és hogy van az én barátom, a Maroti Andor? Az, amint már mondtam, hogy tipikus felnőtt tanuló volt Maroti Andor, ez nem elég, mert ő tipikus felnőtt oktató is volt. Nyilván erről majd a következő előadásban is hallunk. De különösen is a fókuszba tenném most azt, hogy Maroti Andor, mint idős felnőtt tanuló, hogyan élte az életét és hogyan művelte a szakmáját. Mert, mint mondtam, én 1995-ben találkoztam először vele, és akkor ő már egy idősödő, de nem idős, tehát egyáltalán nem idősnek látszó kutató és tudós volt. És igazából az ő viselkedése a művelődéshez, a tanuláshoz való hozzáállása a mostani világjárvány idején is akár modellként szolgálhatott volna, mert ugye, és erről lehet, hogy ő is írt pont, de például az idősek tanulásáról szóló szakirodalmakban sokat foglalkoznak a bizonyos ezüst cunamiként emlegetett jelenséggel, miszerint egy akkori népességrobbanás fog hamarosan bekövetkezni. Hát ezt a pandémia felülírta, viszont még ma is érvényes az, amit Ziegler István mondott 2005-ben egy kutatás alapján, miszerint a felnőttek, és ezen belül az idős, sőt az a még inkább idősödő felnőtt tanulóknak a mentális képességei lassulnak, kivéve a verbális képességeket, mert a verbális képességekre ez nem érvényes. Hát ennek ékes bizonyíték a Maroti tanár úr, aki 65 éves kora fölött, vagy 65 éves korától 90, azaz 90 publikációt jelentetett meg. Persze voltak másodközlések is köztük, de például 73 évesen írta az első tanulmányt az idősek tanulásáról. Szoktam mondani, hogy előbb-utóbb minden andragógus életében elérkezik az a pillanat, amikor az időskori tanulást kezdi el nagyon komolyan kutatni. Hát ez nálam mondjuk nem akkor, amikor magamat kezdtem már idősnek érezni, hanem amikor a szüleimet kezdtem ápolni. Minden esetre akkor jobban bele pillantottam ebbe a világba, és
azt a megállapítást tehetem, hogy a Learning to be szlogen az Maróti tanár úrnál nem egy hangzatos frázis volt, ugye a tanulj, hogy élj, hanem ő tényleg így élt. És ehhez hozzájárult még az úgynevezett AHA klub is, amit Magyar Edit pályatársa alapított, és nyugdíjas neves andragógusokat tömörített, többek között a jelenlévő Csoma Gyula tanár urat is. Egyszer én is voltam ott, nem mint tag, mert azt még nem érdemeltem ki akkor, de mint vendég. Szóval a továbbiakban pedig egy angliai kutató, Eistance-nek a... Csak közben az órára néztem. Igen, checklistájára nézek, amely kifejezi azt, hogy milyen céljai és motivumai lehetnek a különösen a negyedik kori, tehát a 75 éven felüli idősek tanulásának. És azért is tettem mindegyikhez pipát, mert ez mind, közben remélem el is olvasták, mert akkor gyorsabban tudunk haladni, mind-mind jellemző volt Maróti tanár úrra, kivétel nélkül. Igen, most akkor nem, pedig úgy terveztem, hogy részletesebben is beszélek róla, de az idő nem engedi. 14 ilyen szempontból áll a checklista. Azért kiemelném azt, hogy tutorálni, mentorálni az idős társakat. Ezt most összefüggésbe hozom az AHA klubbal, mert az AHA klub tulajdonképpen egy önképző körként is működött. Ezt majd Csoma tanár úr tanúsíthatja is. És akkor rátérve a személyiségére, tisztelte és értékelte a tudást, tehát nem csak a maga tudását gyarapította egyfolytában és nagy gonddal, hanem mások tudását is értékelte, és ezek mindig nyitott volt az újra, tehát a mások tudásában is ilyen újat látott. Nyomát sem láttam nála szakmai féltékenységnek, a kezdő szakemberekkel együttműködő, támogató volt. És hát akik itt vannak és ismerték, tudják, hogy szorgalmas, türelmes, kitartó, szerény, halkszavú és nyugodt ember volt, indulatosnak sem láttam őt soha. És ez a pozitív, derűs, mosolygós arc jellemezte, ami a fotón is látszik. A munkastílusa nem meglepően az előzőekből következően alapos, igényes, lelkiismeretes, megbízható, időt nem kímélő munkavégzés jellemezte, és a szakmai tudományos rendezvényeken mindig aktívan szerepelt, tehát nem csak ott volt, hanem mindig hozzászólt. Tehát ahol Maróti tanár ott volt, ott ő biztos, hogy hozzászólt. Ugyanakkor a négy szem közti beszélgetésekben is figyelmes hallgató volt. Minden levélre válaszolt, ígéreteit betartotta. A szakmai anyagokat úgy szórta, hogy mindig volt valami kis ajándékja a fiatalabb kutatóknak, ami a kutatási területükhöz igazodott, vagy egy könyv, vagy egy cikk, vagy egy hír, hogy ugye jössz, illetve nagyon sokáig jöttök, vagy jönnek, mert tegezni hát semmiképpen nem mertem volna vele, és aztán 80 éves kora fölött valamikor egyszer ő mondta, hogy talán tegeződhetnénk, és elég nehezen állt rá a szám. Nagyon ajánlom még a figyelmükbe Török Ivánnak a gyászbeszédét Maróti Andor személyiség rajzáról. És hogy miért volt innovatív, ez már az utolsó kérdésem. Itt megint egy checklistát hoztam Szászdi Antaltól az innovátor jellemzőire.
feltétlenül jellemző minden egyes pontja, sőt nem is az egész listát másoltam ki időkímélés céljából. Kiemelném azt, hogy gyakorlatközpontúság jellemezte, mint innovátort. Mindig csak olyan kutatói témák, kutatási témákkal foglalkozott, aminek való életbeli jelentősége volt. És hogy még miért volt innovatív, ehhez pedig Ellen Knoxnak a checklistáját használom föl, aki ugyancsak járt az egyetemen, talán még itt lévők Ellen Knoxszal is találkozhattak, amerikai kutató, és ő ellentétpárokban fogalmazza meg az innovatív, illetve az innovatíval ellentétes attitűdöket a felnőttkori tanuláshoz, vagy a változtatáshoz. Tehát a változás orientációnak az attitűdjeit látnánk, hogyha az összeset felsorolnám, mert 10 ilyen ellentétpárt sorol föl Knox. Én egyet emeltem ki, és feltétlenül oda tettem a mosolygósat, ami Maróti tanárúra jellemző volt. A kreatív változás üdvözlése egymással megosztott értékek alapján, szemben a tehetetlenségből adódó frusztrációval. És azzal köszönném meg a figyelmüket, hogy előre tekintek a további előadásokra, és azt mondom, hogy Maróti tanár úrnak nem csak első generációs örökösei vannak, hanem már második generációs örökösei is, ugyanis a tanítványainak a tanítványai is felnőttek, és tetten érhetők az ő gondolkodásukban is Maróti tanár úrnak az elméletei, gondolatai, mondhatnék példákat is szívesen, csak nem akarom az időt elvenni másoktól, talán majd a beszélgetésben még folytatjuk. Úgyhogy ajánlom figyelmükbe ilyen második generációs örökösöknek a további előadásait is még a szekció során. Köszönöm a figyelmüket. És akkor most sapkát váltok, és szekció társvezetőként tisztelettel és szeretettel konferálom föl Krajci né dr. Szokoli Mária szekcióelnök vezetőtársam előadását, amely pedig a Maróti Andorról, mint tanárról fog szólni. Akkor engedjék meg, hogy én meg majd a tanárról beszéljek, aki úgy gondolom, hogy igen nagy hatással volt mindazokra, akik később a pályán valamilyen fajta módon pedagógusként élték az életüket, és itt remélem azt, hogy az itt ülő fiatalok munkásságában is megjelennek ezek a jellemzők, amelyek tanár úrra jellemzők voltak. Én azt gondolom, hogy a pedagógus személyiségnek óriási szerepe van a következő generáció identitásának kialakulásában. Ez lenne a kulcsmondat, amiről beszélni szeretnék, és ezért volt számomra nagyon izgalmas a COVID időszak, amikor átmentünk a képernyőre, hogy milyen gyorsan elveszett ennek a varázsa, milyen gyorsan, szinte fél év után a hallgatók elkezdték hiányolni azt, amit korábban nem annyira hiányoltak, hogy személyesen is találkozzunk. Tehát körülbelül ezekről a dolgokról szeretnék beszélni, és ugyan az időm nagyon kevés, de azért felvillantom, mindig csak a pirosat olvassátok el, hogy mi mindenről szeretnék tanár úr, tanár személyisége, egyénisége kapcsán beszélni. Engedjétek meg, hogy először is tegezzelek benneteket, másodszorra egy nagyon aranyos példával kezdjem, hogy hogy ismerkedtem meg Maróti tanár úrral. Én 1964 és 69 között végeztem az ELTE-n, biológia
népművelés szakon, tehát részben TTK-s voltam, ahol egy egészen más egyetemi kultúra uralkodott, és egy bölcsész, ami ugye Maróti tanár urat jelentette akkor az én szememben, és a következő dolog történt, lefelvételiztem a TTK-n annak rendje módja szerint, ahogy egy TTK-n kell, majd berakták borítékba a papírjaimat, átmentem a bölcsészkarra, fölmentem az első emeletre a tanszék elé, leültem, és elkezdtem gyorsan készülni a felvételére, mert a biológia felvételi olyan komoly volt, hogy minden időmet elvette, és erre népművelésre nem nagyon jutott idő. Elkezdtem olvasgatni, ami még kimaradt, és egyszer csak jött egy férfi a folyosón, megszólított, és elkezdett velem beszélgetni. Egy jóképű, kellemes férfi volt, aki láthatóan nem személyeskedni akart velem, hanem ismerkedett. És akkor egy idő után mondtam neki, hogy ne haragudjon, én most felvételizni fogok, és még két témakört meg kell néznem, nem tudok sajnos beszélgetni. Ő elköszönt, elment, majd bementem felvételizni, és Maróti Andor volt. Na ez a személyes, ez a közvetlen emberi, partneri viszony jellemezte utána egész életünkben, majdnem 60 évig voltam vele kapcsolatban, és az életutunk nagyon hasonlított, nem azért, mert tanár úr követte az enyémet, hanem valószínű én követtem, és az ő kapcsolatain keresztül is kerültem különböző helyzetekbe. Az biztos, hogy Maróti modell volt számunkra, és az is biztos, hogy szakma és iskola teremtő. Az, hogy most mi itt ülünk és beszélünk róla, az azért van, mert ha akarta a különböző politikai rendszer, vagy akarja, vagy nem, akkor is a kultúra közvetítés, iskola rendszeren kívüli kultúra közvetítés az egy szakma, egy hivatás, ami elhivatottságot és hihetetlen művetséget igényel. Ezért tudta Maróti nagyon nagy harcok árán létrehozni a népművelés, közművelődés, művelődés szervezés, közösségszervezés szakokat. Lépek tovább, rengeteget tudnék mesélni. Ha ezt megírom tanulmánynak, ezt a beszélgetést, amit én most közvetlen dolognak gondolok, akkor természetesen szakirodalmi hivatkozásokkal megalapozom azt, hogy miről beszélek. Most csak annyit mondok, hogy úgy gondolom, hogy minden pedagógiai folyamat értékközvetítés, teljesen mindegy az életkortól és a területről, formális, nem formális, informális, mindenfajta szinte emberi kapcsolat főhez, tervezett, szervezett, irányított, az egy értékközvetítés, ami egyrészt jelentheti egy szakmára történő felkészítést, de minden esetben jelenti azt, hogy ennek van egy informális, személyes, szociális vonulata, és a kettő együtt van, az egyik nincs a másik nélkül, nem lehet csak szakmát tanítani, meg nem lehet csak személyiséget fejleszteni. Ennek kapcsán a kompetencia alapú képzésről lenne véleményem, de ezt most nem mondom el. Egy biztos, és akkor megerősíti a kiinduló mondatomat, hogy a szakmai identitás alakulásában nagyon nagy jelentősége van a mintának. Tehát ugye a levegőben röpködnek ezek a személyiség minták, és aki elég erős, annak a hatása beépül az emberbe a tanulmányai során, ha akarja, ha nem. Nem mondok most hivatkozásokat, meg fogalmakat. Azonban felvetek egy ilyen nagyon jó pofa ábrát, ami gyorsan mutatja azt, hogy szerintem a kognitív képességek és az érzelmi motivációs jellemzői a tanároknak, mindkettő, mind a yin-yang befolyásolja azt a generációt, akit tanítunk. És ezek az értékek, attitűdök átadódnak, és így alakul a szakmai identitás mind emocionális, mind kognitív oldalról. Hogy mit értünk ma tulajdonképpen a pedagógiai munka alatt, én itt Báboseknek egy idézetét betettem, mert azt gondolom, hogy a konstruktív életvezetés mindenképpen célja, amely szociálisan értékes, egyénileg is eredményes. Erről is nagyon sokat lehetne beszélni, különösen a saját szakjaink vonatkozásában, hogy mit jelent. Csak felvillantom ugyanúgy, ahogy Éva tette,
az OECD-nek a pedagógusokra vonatkozó kompetenciáját, és ugyanígy megállapíthatnám Pipával, hogy tanár úr valamennyi ilyen kompetenciának megfelelt. Ezek között mindenképpen kiemelném az élethosszígtartó tanulás és a folyamatos tanulás fontosságát, ami jellemezte őt egész életében. És még rengeteg minden, amire még a későbbiekben kitérek. Azonban nem tehetem meg, és igazságtalan lennék, hogyha nem hivatkoznék Zrinszky tanár úrra ebben a vonatkozásban, hogy Maróti Andor nem egy kényelmes paplanos ágyban hozott létre egy szakmát és egy szakot, hanem egy nagyon nehéz, 62-ben történt a népművelés szak alapítása, egy nagyon kemény forradalom után pár évvel egy alakuló félben, de ugyanakkor mégis mondhatjuk a 3T, ha ez mond önöknek valamit, a tűréstiltás támogatás időszakában megalapítani egy olyan szakot, amit a politika agitációs propaganda céllal gondolt létrehozni, és ami valójában a rendszerváltásnak a megalapozója és megágyazójává vált. Tehát a gondolkodó emberek gyülekezete a szakon, az azt jelentette, hogy nem lehet megmondani, hogy mit gondoljunk, hanem legyünk kritikusak, legyünk gondolkodók, mondta tanár úr, és mi voltunk, és hát nem magamra gondolok természetesen, hanem arra a generációra, amelyik a rendszerváltást megvalósította. És nagyon érdekes dolog, hogy a történelem ismétlődik, hiszen amíg Maróti 62-ben hozott létre szakot, addig, hogy túléljen ez a dolog, és a politika mindig befolyásolta, hiszen nem véletlenül változott a szakneve népművelésről közművelődésre, majd művelődés szervezésre, bekövetkezett, amikor ez a szak átalakult andragógiává, hiszen a lifelong learning az ugye meghatározó a gazdaság szempontjából, és nem véletlen, hogy a magyar kormányzat ismét közösségszervezés szakot alapít, hiszen a kultúrával, a művelődéssel, a művetséggel való foglalkozás kulcsfontosságú, tehát nem lehet kiirtani. És tulajdonképpen ez a díja a mondandóm lényege, mert megpróbáltam a lehetetlent, és Maróti Andor pedagógiai felfogásáról próbáltam néhány jellemzőt kiemelni, és akkor átjönnék, mert itt nagyon apró a betű, és csak kiemelek ezek között, mert hogy olvasni, ugye hát még bennünket megtanítottak az iskolába, remélem, hogy ez sokáig így lesz még. Ha összefoglalnám a lényegét az ő pedagógiai munkásságának, akkor azt mondanám, hogy az oktatás, nevelés és képzés lényegességét valósította meg. Hála Istennek, hogy ilyen zárt körben vagyunk, nem kell elmagyarázni, hogy ez mit jelent. Tehát az ismeretátadás, a személyiségformálás és a szakmai képzés olyan módon valósult meg egybe komplex módon, aminek eredményeként lettünk olyanok, amilyenek lettünk. Melyek ezek a jellemzők, hogyan valósult meg ez a lényegettség, bocsánat, megnézem az órát. Az első az volt, hogy számára a legfontosabb volt, és ezt Éva is mondta, hogy a disziplinák közötti átjárás. És ez a disziplináris átjárás, ez interdisziplináris volt, tehát Maróti mindenben meghaladta a korát a pedagógia vonatkozásában. Minden, amit ma leírunk, hogy milyen legyen a korszerű pedagógia, ez a mi képzésünkben megvalósult. Nem kerültem meg a mindennapi kultúra és a magas kultúra kérdését, ez nektek fiatalok, na igen, nem kérdés, de mindenféleképpen akkor egy nagyon fontos volt. Elmélet és gyakorlat egymásra reflektálása, és amit szeretnék hangsúlyozni, amit apró betűvel írtam, pedig nagyon fontos, a bölcsészkar a reform gondolkodóknak az otthona volt.
És én kigyűjtöttem, bocsánatot kérek, hogyha át fogom lépni az időt, és remélem, hogy ezek a nevek mondanak valamit. A születő szakmát nem Maróti akarta kitalálni, hanem a reform tudósok, reform gondolkodók közül meghívta előadni a legnagyobb neveket. Olyan képzésünk volt, így utólag visszagondolva, hogy borzasztóan sajnálom, hogy ezt mi nem így csináljuk, mert hogy ugye a karok közötti átjárás miatt nem lehetséges, hogy a legjobb embereket hívjuk meg. Pszichológia, Putnoki Jenő, Radnai Béla, Ormai Vera, művészettörténet, Aradi Nóra, zene, Fasang Árpád, néprajz, Hoffmann Tamás, vallás, Komoróci Géza, Lukács József, Poszler György, esztétika, Erdei Grúz Tibor, kémia, Ferge Zsuzsa, szociológia, Vekerdi László, tudománytörténet, Márványi György, rádió, TV, Kulin György, csillagászat, Kovács Máté, könyvtár, Hont Ferenc Színház. Hát kérem szépen, aki idősebb, az talán átélte ezt a sorozatot, amit most elmondtam. Aki fiatal, talán olvasmányaiból emlékszik erre. Most is meg tudnánk ezt csinálni, ha lenne olyan módunk, mint hogy Marótinak akkor volt. Utolsó előtti diám, az aranykor tanulsága, amit le is írtam ebben a kis szóróanyagban, hogy mintát nyújtott nekem, aki tizenvalahány évvel vagyok, csak fiatalabb, mint ő, hogy hogyan kell megőrizni azt a fajta aktivitást, azt a fajta nyitottságot, azt a fajta gondolkodásmódot, azt a fajta törődést, amit egyébként Csoma tanár urat is jellemezte, hiszen ő is 80 éves koráig tanított itt nálunk a PPK-n, és igen nagy öröm, hogy ő most itt lehet. És sokunkat jellemzett ez, azokat is, akik most a napokban mentek el, Gerencsér Katit és Koltai Dénest, tehát azért jött egy következő jó generáció, én úgy érzem, de nem biztos, hogy léptékben tudjuk tanár urat ebben a dologban követni. És engedjétek meg, hogy felcsapjam a mi kis privát levelezésünket, és 2020. szeptember 14-i utolsó e-mailjét tettem ide, ki biztos nem haragudna, mert hogy egész életében érdekelte őt, hogy mi történik a szakkal. Ha véletlenül nem tudott eljönni, akkor írt nekem egy levelet, hogy írjam le, hogy mi volt. És amikor már nem is gondoltam, hogy őt még mindig érdekli, mert az ember nem is akarja mindenféle marhasággal zavarni, akkor rám szólt, hogy mi van. Megnézte az interneten, és nem látja a képzési hálóba azokat a tantárgyakat, és nem látja benne az ő utód tanítványait, akik továbbvitték a dolgot. Természetesen válaszoltam, természetesen egy-két nap alatt megköszönte. Felkértem őt anyagok lektorálására, amit hihetetlen színvonalon tett meg, még az utolsó pillanatban is, és azt hiszem, hogy megpróbáltuk sokan követni tanár urat, hogy a tanári személyiségünk az váljon alkalmassá arra, hogy a következő generáció identitásában és egy kicsit modell értékűként megjelenjen. Köszönöm szépen a figyelmeteket. És átadom a szót pécsi kollégánknak, akivel hát ugyancsak nem mondom, hogy hány évtizede küzdünk együtt a szak megalapítása után, a szak fennmaradásán, fejlesztésén, hogy ossza meg velünk gondolatait. Nem könnyű, nem csak szakos éves Krajci Marika után beszélni, hanem hát egyáltalán az, hogy Maróti tanár úr nincs, meg hát mások közül sokan nincsenek, akik sok inspirációt adtak a felnőtt nevelésben való elmélyedést valamilyen fajta tudományos szerű tevékenység megvalósításában. Ez a dia, csak azt szeretném mutatni minden nagyképűség nélkül, hogy itt ezek a logók, amik itt alul találhatók, az azt mutatják, hogy hány szervezet volt büszke arra, hogy Maróti Andor foglalkozott a
felnőtt oktatás kutatásával. Mert hogy én nagyon röviden arról szeretnék szólni, hogy Maroti tanár úr egyike volt azon keveseknek, talán azt lehet mondani, hogy Harangi László mellett, aki a nemzetközi felnőtt oktatás kutatási trendeket kiválóan ismerte. Napra kész volt azokkal a kutatási problémákkal kapcsolatosan, amelyek a mi térségünkben karakteresen az elmúlt, hát legalább fél évszázadban, 70-es évek óta meghatározóvá váltak. És azt hiszem, hogy amikor erről beszélünk, akkor néhányat azért felsorolnék ebből a balról jobbra haladva az Összehasonlító Felnőttoktatás Kutatási Társaság, az Európai Felnőttoktatási Kutatások Társasága, a felnőttképzés nagyjainak nemzetközi csarnoka, az UNESCO Lifelong Learning Intézete, az Európai Felnőttoktatási Társaság, a Nemzetközi Felnőttoktatási Tanács, illetve a Német Népiskolák Nemzetközi Intézete. Röviden arról szeretnék szólni, hogy hát az érdekes és néhányunkat magával ragadó jelenség, hogy hogyan és milyen módon lehet szólni egy ország, egy térség felnőtt oktatásáról. Kutatási problémaként ez mit jelenthet? Maróti tanár úr egyike volt azoknak, akik a rendszerváltás előtt is jó néhány írásában megpróbáltak reflektálni azokra a trendekre, amelyek valahol a 70-es években bontakoztak ki. Két nevet szeretnék említeni, Franz Pöggelernek a nevét, illetve egy Walter Leiermann kollégának a nevét, az előbbi egy német, a másik egy belga-flamand kutató volt, akik komoly vehemenciával próbálták a változó világnak, fél évszázada valamelyest megváltozó világnak, ugye akkor volt ez a most épp 50 éves foré jelentésnek az időszaka, learning to be, tanuljunk meg élni. Egy egészen újszerű kontextust kapott a felnőtt nevelés, ugye, sok mindenféle tényező mellett, és aztán ennek az lett a következménye, hogy az átalakuló európai környezetben elkezdték nagyon intenzíven gyűjteni a felnőtt oktatás jelenségeit, elemző, értelmező szerzőknek az írásait, és Maróti tanár is bekerült abba a sodrásba, akik ismerik Peter Jarvisnak a nevét, azt csak azért szeretném említeni, mert ő egyike volt azoknak, akik nagyon karakteresen gyűjtötték az európai országok, meg azon túl is jó néhány UNESCO tagország felnőtt oktatással foglalkozó szerzőknek a munkáit, és ezeket rendszeresen ki is adták. Maróti tanár úr Magyarországról jelentetett meg sok-sok ilyen gyűjteményes munka egyikében nagyon izgalmas elemzést, és aztán amikor ezeket a munkákat végezte, akkor nagyon sokféleképpen ezt, mint egy rendes peregrinus diák visszahozta a saját szellemi műhelyébe, és ez vezetett el oda, hogy a 90-es évek derekán Otka kutatásban meg is indította az Összehasonlító Felnőttoktatás sorozatot, számtalan olyan remek szerzővel, mint Pető László, Harangi László, és még sokan mások foglalkoztak jó néhány ország felnőtt oktatásával, felnőtt nevelési evolúciójával, különösképpen a történeti, tudománytörténeti relációkkal is. És aztán ugye találkoztunk egy másik fajta jelenséggel is, hisz 1996-ban a Német Népiskolai Szövetség projektirodát nyitott Budapesten, ez 10 évig működött, és hát remek kollégánk Heribert Hintzen tudományszervező munkájának köszönhetően aztán tulajdonképpen eljutottunk oda, hogy nagyon érdekes fejlesztések bontakoztak ki. Egyike volt ennek a felnőttoktatás történeti
konferenciáknak és ehhez kapcsolódóan elemző tanulmányköteteknek az elkészítése, és azt hiszem, hogy szintén érdemes és talán fontos is megemlíteni, hogy ebben a munkában is tanár úr nagyon intenzíven közreműködött. Itt egy példa arra, hogy hát bizony a retrospektív visszatekintéseiben is igyekezett számos nagyon karakteres népművelési történeti jelenségre felhívni az olvasó következő generációknak a figyelmét. A számomra következő nagyon fontos és nagyon izgalmas epizód, ha talán nem bántó ezt a fogalmat használni, az a felnőtt oktatási és képzési lexikonban való közreműködése volt a tanár úrnak, amely természetesen sokkal tágabb volt annál, hogy ezt leszűkítsük az összehasonlító szaknyelven komparatív andragógia témakörére, de ebben a metszetben nagyon világossá tette a korábbi évek elemző munkáira építve, hogy az összehasonlító andragógia, és ezt nagyon fontos idéznünk, az nem más, mint különböző országok felnőtt oktatását egymásra vonatkoztató elmélet, hiszen a kutatás sokszor az a gyakorlati érdeklődés motiválja, hogy megállapítsa, mennyiben hasznosíthatók egyes országok eredményei másutt is. Emellett a kutatás szándéka, hogy segítséget adjon a nemzetközi együttműködéshez esetleg két vagy több ország bevonásával kialakuló kísérleti projektek keretei között. Vizsgálatával feltárulnak a felnőtt oktatás nemzetköziek általánosítható tendenciái, így kibontakozhat a felnőtt oktatás átfogó egyetemes képe, amelyen belül jobban ítélhető meg mindaz, ami az egyes országra jellemző. Tehát nagyon akkurátusan tárta föl azt a folyamatot, hogy mit is tekinthetünk összehasonlító felnőtt oktatási kutatásnak, és ebben segített az, hogy a nemzetközi szervezetekben nagyon tartalmas és szoros kapcsolatot épített ki kutatókkal. Többek között itt ezen a dián jelzem itt alul, hogy ezek között felemlegethető egy Alexander Charters, egy Ellen Knox nevű, ezt Szakos Éva emlegette ezt a szerzőt, majd Peter Jarvis és többek között Jost Reichmann, azok a személyek voltak, akik leginkább meghatározták a látásmódját. És a tapasztalatait 2010-ben a Nemzeti Tankönyvkiadónál megjelent Nemzetközi Összehasonlító Felnőtt Oktatás című munkájában összegezte, és számomra az egy különös megtiszteltetés volt, hogy hát néhány szerény gondolattal hozzájárulhattam ennek a kötetnek az elemzéséhez, amit annak idején a kiadó kért tanár úrtól. Azt kell mondjam, hogy talán ez mind magyarázza, hogy Maróti Andor egyike volt azoknak, akik megfertőztek engem, hogy ha nemzetközi környezetben felnőtt oktatás kutatással foglalkozom, mire legyek tekintettel, milyen alapossággal, körültekintéssel és több tudományterületre támaszkodva érdemes azt föltárni, hogy egy-egy ország, térség felnőtt oktatása az mind múlik, hogy azt egyáltalán megértsük. Ezek a folyamatok ma is vannak, és ha szabad, akkor csak felvillantanám azt, hogy a nemzetközi környezetben ma is nagyon intenzív összehasonlító kutatási munka folyik. Egyike ezeknek a környezeteknek, ahol Maróti tanár úr is sokszor megfordult, az Európai Felnőtt Oktatás Kutatási Társaság, az ESREA, látható, hogy 12 műhelyben folynak kutatások ma is ebben a millióban. Egy másik a témánkkal szorosan összekapcsolódó platform a Würzburgi Egyetem által koordinált úgynevezett felnőtt oktatási akadémia, ami eredetileg ilyen leány nevén Winterschool-ra hallgatott, és hát ez nem csak arra adott lehetőséget, hogy a sok-sok egyetemnek a hallgatói, mester és doktorandusz hallgatói
számos témában eszmét cseréljenek, akit érdekel, egyébként itt a linkek majd hozzáférhetőek, de eszmét cseréljenek például legutóbb idén februárban neves szerzők, többek között Paulo Freire és mások munkáit tekintve is. Ezeket kiadványok követik összehasonlító elemzésekkel összefüggésben. Egy másik ilyen platform a Firenzei Egyetemnek az elírásért ott a Learningben, a könyvsorozata az összehasonlító kutatásokról, és hát az előbb emlegetett a nemzetközi összehasonlító felnőttoktatással foglalkozó szervezetben is nagyon karakteres nyomot hagyott tanár úr, hogy ezt mással ne bizonyítsam, amikor legutóbb Jost Reichmann megpróbálta ennek a tématerületnek a jelenségeit, legfontosabb írásait összefoglalni, akkor nem véletlenül utalt arra, hogy ennek a tématerületnek nagyon fontos eleme a történeti dimenzió, a nevelés tudományában, idézőjelben utazók és az ő jelentéseik, akik kultúrák között fordulnak meg, országjelentések, speciális látleletek, amit egy adott közösség felnőtt nevelése megmutat, összehasonlító elemzések, a nemzetközi szervezeteknek a hatásai. És ez mind átvezet minket egy olyan különös környezetbe, amely a napjainkban még inkább bonyolultá teszik a felnőtt oktatás lehetőségeit, problémavilágát, hogy csak egyet így kiemeljek ebből az ENSZ környékén zajló minőségi oktatás vita, az oktatás jövőjével kapcsolatos vita, hisz amikor tudás képességről beszélünk, akkor ennek van egy az UNESCO medrében zajló nagy vitája, meg egy a munkavállalással összefüggő, egyébként zömmel nagyon domináns és nagyon redukcionista felfogás, hogy ezt ott János barátunknak a jelzőjét idézzem. De hasonló jelenség, és ez az utolsó gondolat, az a problematika, amely idén a 7. felnőttoktatási világtalálkozón is szerepet kap, és hát mindazok, akik érdeklődnek a trendek iránt, ajánlom majd a figyelmükbe a június derekán elfogadandó úgynevezett marakesi felnőttoktatási keretrendszert, és ezzel én megköszönöm a tisztelt hallgatóságnak a figyelmét, és hát ezeket a keret tényezőket, célhalmazokat, azt csak így fölvillantom, ezeket érdemes majd olvasni, mert olyan fontos jelenségekkel megyünk tovább, nem mondunk le ezek elemzéséről, mint amilyen az alapkészségek fejlesztése, a munkavilágának átalakulása, a digitális környezet, a klímakérdés felnőtt tanulási összefüggései, vagy más összefüggésekben az új tanulási lehetőségek kibontása, a tanulás minősége, a finanszírozás, az inklúzió, ugye, vagy a tanulás alapjainak a kibővítése. Én ezekkel a gondolatokkal megköszönöm figyelmüket, hálás vagyok, hogy itt lehetek. Köszönöm. Szeretném felkonferálni Kulcsár Narcisz előadását, aki a nemrégiben sikeresen megvédett doktori disszertációjáról fog olyan szempontból egy összefoglalót tartani, hogy és remélhetőleg utalni fog arra, hogy milyen szempontból hatott rá már többszörös áttételen keresztül Maróti tanár úr tanítása. Szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget, hogy valamilyen módon bemutathatom a kutatásomnak egy szűk szeletét, ami gyakorlatilag tanár úrhoz kapcsolódik, még akkor is, hogyha nem ismertem őt személyesen. Rögtön egy idézettel szeretnék kezdeni, mely tanár úrnak a Tanuló Felnőtt című munkájából való. A tanulás tulajdonképp egy változás nem csak az átvett ismeretek mennyiségében, hanem a gondolkodás módjában, a valóság szemléletében, a képességekben, a magatartásban és a tevékenységben is.
Tény, hogy az ilyen változás nem egyszeri esemény, hanem hosszabb folyamat eredménye, olyan folyamaté, amelyben hatás és ellenhatás kölcsönösen befolyásolja az egyént. Nem tekinthető magától értetődőnek, hogy eközben minden csak fejlődést jelent, a gondolkodás régi és új elemeinek találkozásánál gyakran a meglevő régi lesz az erősebb. Ebből az idézetből két fontos momentumot szeretnék kiemelni. Az, hogy a tanulás tulajdonképpen egy változás, valamint egy hosszabb folyamatnak az eredménye. Ezeket szeretném kiemelni a maga a doktori disszertációm egy-egy részletének a kiemelésében. Maróti Andornak a gondolatai számomra abszolút párhuzamba hozhatóak a konstruktivista tanulás elméleten belül, a szociális konstruktivizmuson belül a transformatív tanulási modellel. Ezen belül egy olyan tanulásnak lehetünk a szemtanúi, ahol egyszerre egy szellemi, lelki, valamint egy fizikai átalakuláson megy keresztül a tanuló. Az oktató ilyenkor olyan módszerekkel támogathatja a transformatív tanulást, mely lehetőséget biztosít a közös eszmecserére, mások véleményének megismerésére, az önálló véleményalkotásra. A transformatív tanulási modell alapján maga a tanulás az nem egy passzív folyamat, nem a valóságnak egy objektív leképezése, hanem jelentés tulajdonítással köthető össze, tehát aktívan részt vesz a tanuló benne. Így a transformatív tanulási modellhez kapcsolódóan alkottam meg én magam is annak a tárgynak a struktúráját, melyet tanítok Győrben a Széchenyi István Egyetemen. Ez egy matematika egy elnevezésű tantárgy. Alapként a Matematika 1 mérnökök számára meghirdetett tantárgyhoz elkészítettem a tanulási eredmény alapú tantárgy leírást. Ez azonban egy általános keretet biztosít az oktatók számára, hogy hogyan érik el az ott megfogalmazott tanulási célokat, és ehhez kötődően készítettem egy további tevékenységlistát kiegészítésképpen, melynek alapját egy Joseph Campbell és Christopher Fogler monomítoszához kapcsolódóan tudtam megalapozni. Ez a monomítosz a hős útjaként ismert a szakirodalomból, ahol a hős egy 12 állomásból álló folyamaton megy keresztül maga a tanulási úton át. Elindul a hétköznapi világból, egy teljesen ismeretlen világon keresztül visszajut a hétköznapi világba. Ezen az úton azonban találkozik segítőkkel, találkozik társakkal, találkozik egy mentorral, aki felkészíti őt az úton. Az út során kisebb-nagyobb próbákon megy keresztül, majd ez felkészíti arra, hogy a végső megpróbáltatásba helytálljon. Az ott történő helytállást követően pedig elnyerve a jutalmat, visszatérhet a hétköznapi világba. Ez alapján, a monomítosz alapján Farmer egy narratív megközelítésben elkészített egy struktúrát, egy 12 lépésből álló struktúrát, amelyet kifejezetten egyetemi kurzusoknak a megtervezéséhez lehet felhasználni. Ezt a megközelítést és kurzus tervezési módszert használtam én magam is a saját kurzusomnak a megtervezése során és a tevékenységeknek az összeállításakor, amikor a hallgatókat ezen az úton, ezen a változáson és folyamaton keresztül próbáltam keresztül vezetni. Kutatásomnak az alap problémája annak tekinthető, hogy a felsőoktatásban nagyon magas a lemorzsolódási arány. Ez alapképzésen 36-37% körüli, mesterképzésen 16-18% körüli, doktori képzésen akár az 50%-at is eléri. A magas lemorzsolódás azonban különböző szakokon másképp jelentkezik, azonban kiemelten problémát okoz elsősorban az agrár, a műszaki, informatikai és orvostudományi területeken, így a mi egyetemünkön is a műszaki területen. A magas lemorzsolódási arány, ahogy megjelent a felsőoktatásban a tömegesedése párhuzamosan, úgy megjelent
bizonyos tárgyak, melyek támogatják sajnos ezt a lemorzsolódási arányt. Én is egy szekundár kutatás dokumentum elemzést végeztem egyetemünkön a FIR-ben tárolt adatokon, hogy mi az az ok, ami miatt a hallgatók lemorzsolódnak. És elsődleges okként az látszódott, hogy az első két fél évben a hallgatók nem teljesítik a minimális 30 kreditet. Ezeknek a hallgatóknak az adatait tovább vizsgálva láttam, hogy a hallgatóknak csupán 10%-a teljesített bármilyen matematika tantárgyat, akik lemorzsolódtak. Tehát úgy tűnik, hogy az adatok bizonyítják számunkra, hogy a matematika tantárgynak egy kiemelt szerepe van abban, hogy a hallgatók az egyetem falait elhagyják. Azonban ez a tendencia, hogy a matematikából a magas bukási arány megjelenik, ez nem csak a mi intézményünket sújtja, hanem általános tendenciaként figyelhető meg. Ehhez hallgatói, egy elégtelen hallgatói oldal, egy elégtelen oktatói oldal, valamint egy intézményi oldal is társul. Kutatásomban a személyek oldalára fókuszáltam, tehát a hallgatói és a oktatói oldalra. Véleményem szerint a alacsony teljesítmény matematikából összefüggést mutat az alacsony énhatékonysággal, a felszínes tanulási megközelítésmóddal, az önértékelés pontatlanságával, valamint oktatói oldalról a Z-generáció tanulási preferenciáit figyelmen kívül hagyó oktatási módszerekkel. Ezek a problémák 4 részkutatást generáltak a kutatásom során, és ezek közül 2-t szeretnék felvillantani, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak Maróti Andornak a gondolataihoz, hogy a tanulás az egy változás, és hogy egy hosszabb folyamatnak az eredménye. Egyik részkutatásom az énhatékonyság, valamint a tanulási megközelítésmódok kapcsolatának vizsgálatára irányult. Az énhatékonyság az egyéneknek azon véleménye, önmagukról alkotott véleménye, hogy vajon egy adott cél elérésére képesek-e. Az énhatékonyság Bandura megfogalmazásában 4 információ forráson alapul, ezek közül a 2 legmeghatározóbb az elsajátítási tapasztalatok, valamint a fiziológiai és érzelmi állapot. Ezt a 2 mértem saját hallgatóimnál a matematika tantárgyhoz kötődően. Az adatok arról tanúskodtak, hogy a hallgatóim magas pontszámot értek el az elsajátítási tapasztalatok mentén, vagy nagyon magas pontszámot, a fiziológiai és érzelmi állapot terén pedig alacsony pontszámot. Azaz a hallgatók a korábbi tapasztalataik alapján pozitív énképpel rendelkeznek a matematika tanulása kapcsán, és a matematikához kötődő szituációkban kevesebb stresszt élnek meg. Az elkövetkezendő időben, 2020-ban a pandémia megjelenése során drasztikusan megváltoztak a tanulásnak a körülményei, amelyek befolyásolták az oktatáshoz való hozzáállását mind az oktatóknak, mind a hallgatóknak. Ez feltételezi azt, hogy a tanulóknak egy bizonyos sajátosságai változtak ebben az időben. Ekkor egy újabb lekérdezést végeztem a hallgatók körében az énhatékonysággal kapcsolatban. Az adatok azt mutatták, hogy alapjából véve nem változott szignifikánsan a hallgatóknak a énhatékonysága, továbbra is magas, pozitív elsajátítási tapasztalatokkal rendelkeztek, és kevesebb stresszt éltek meg a matematika tanulása során. Ehhez valószínűleg hozzájárulhatott az, hogy a matematikán belül kiszámíthatóak voltak a követelmények, és jól kidolgozott tanulást támogató eszközöket használtunk. Másik részkutatásomban a hallgatók zárt helyi dolgozatainak, valamint vizsgáinak az eredményét hasonlítottam össze, mégpedig az önértékelés szempontjából. A zárt helyi dolgozatok megírása során hallgatókat önértékelésre kértem, hogy pontozzák a feladataikat, és ezeket a pontszámokat hasonlítottam össze az általam adott pontokkal. Ezekből számoltam egy pontossági és egy elfogultsági értéket is.
Az ábra itt az elfogadottsági értékeket mutatja. A hallgatók pontszámai és az én általam adott pontszámoknak vizsgáltam a különbségét. Ebből adódóan -2 és +2 közötti értékeket kaptam. A nulla közeli értékek mutatják a teljes pontosságot, vagy a közeli pontosságot, és a kettőhöz közeli és a -2-höz közeliek pedig a pontatlanságot. A pozitív értékek a túlbecslést, a negatívak pedig az alulbecslést. Az adatokból látható, hogy a hallgatóknak több mint 80%-a túlbecsülte a teljesítményét, és ez a túlbecslés ez mérsékelt nagyságú volt. Ez tovább árnyalta, hogy összehasonlítottam a pontossági értékeket a ZH-knak a pontszámával, és látható volt, hogy azok a hallgatók, akik jobban teljesítenek a ZH-kon, azok pontosabb önértékelést adnak, tehát az ő értékelésük közelebb van a tanári értékeléshez. Ez mindegyik ZH esetében teljesült. A mérnök oktatás területén ez viszont megerősítette a Dunning-Kruger hatást. Tovább árnyalta a képet, hogy az önértékelés változása az hogyan módosul az első és a második ZH során. Van-e olyan hatás, ami esetleg ezt befolyásolja? Egyrészt befolyásolhatja az első ZH-ból adódó visszajelzés, a hibáknak az ismerete, valamint az, hogyha a hallgatók megtekintik a ZH-ikat és konzultáción vesznek részt. Összehasonlítottam azokat az adatokat, hogy a hallgatók eljöttek megtekinteni az ZH-jukat, és azokat az eseteket, amikor nem. Azok a hallgatók, akik részt vettek ilyen konzultáción, számukra sokkal pontosabb volt az önértékelés a második ZH esetében, tehát a visszajelzést be tudták építeni az önértékelésükbe. Ezek a különbségek arra mutatnak rá, hogy azok a hallgatók, akik gyengébb képességűek, hátrányos helyzetből indulnak, azok sajnos nincsenek képben a saját képességeiknek a hiányával, és sajnos ebből adódóan gyakran hamarabb hagyják abba a tanulást, vagy pedig szükség esetén sem kérnek segítséget. Azt gondolom, hogy ennek a folyamatnak a támogatására, hogy a hiányosságaikról tudjanak, és hogy hogyan tudják ezeket a hiányosságokat pótolni, ennek a folyamatnak a támogatása kiemelt feladatunk, felsőoktatásnak is kiemelt feladata. És akkor visszatérve Maróti Andor gondolataihoz, hogy a tanulás az egy változás, és egy hosszabb folyamat. Ugye a lemorzsolódó hallgatók számára ez a folyamat sajnos meg tud hosszabbodni, úgyhogy célunk az, hogy ennek a folyamatnak a hosszát egyre-egyre rövidítsük, és átsegítsük őket abba az állapotba, amit hallottunk ma a plenáris előadáson, hogy az igazi tanulás az a természetessé válás. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen a felkérést. Nagyon nagy örömmel fogadtam, hiszen bár személyesen nem ismertem sajnos Maróti tanár urat, de tanítványaink keresztül úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan minta és tudáselem eljutott hozzám is, ami fontos volt az én, amit az előadásomat is felfűztem a kutatói identitásomnak az alakulásában. Bizonyára jelenlévők majd sokkal több ilyen párhuzamot fognak felfedezni, mint amire én gondoltam, de a mai nap tapasztalatai alapján én is több ponton érzékeltem a kapcsolódást. Én andragógia BA és mesterszakot végeztem itt az ELTE PPK-n, és például Krajcné tanárnő óráján találkoztam először a tanulószervezet fogalmával, ami alapvetően meghatározta a kutatói érdeklődésemet, ebből doktoráltam is, illetve Feketéné Szakos Éva tanárnőnél írtam a mesterszakos szakdolgozatomat a munkahelyi tanulás világából, illetve tanárnőnek egy korábbi publikáció és nagy hatással volt rám, ami a pedagógia és az andragógia viszonyát vizsgált. És hát ennek kapcsán indultam el abba az irányba, hogy a pedagógia szakon is tanultam, és végül neveléstudományból doktoráltam, illetve a szervezeti kutatások iránt is érdeklődtem, aminek az a különös pikantériája, hogy ugye az andragógia tanszékhez tartoztam, ami a neveléstudományi intézet részeként működött még annó, most már önálló intézetként működik, én meg ott maradtam a neveléstudományi intézetben a doktori után, tehát így a felsőoktatásnak az egyébként nem feltétlenül rugalmasnak tartott struktúrája ilyen érdekes játékot játszik velünk.
A korábbi munkámat felfűztem egy idővonalra, hogy lehessen látni, hogy azért ezek a kulcsszavak, munkahelyi tanulás, informális tanulás, tanulói szakmai közösség, tanulószervezet jelentek meg a korábbi kutatásaimban, amik mind-mind valahogyan visszakapcsolódnak, visszaköszönnek az andragógia tanszéken folytatott tanulmányaimhoz. Most elsősorban a tanulószervezet fogalmával szeretnék foglalkozni, mert ez egy olyan integratív keret, amiben jól el tudom helyezni az egyéb más témákat is. Először egy kérdést szeretnék a közönség felé intézni, hogy vajon mit tippelnek az első szervezetek a világon, bármilyen szervezetről is gondolkodunk, mikor alakulhattak? Csak tippeket szeretnék kérni. Körülbelül. 4000 éve. Attól függ, igen, mit tekintünk szervezetnek. Pontosítok egy kicsit. Családi vállalkozás. Az már egy kicsivel konkrétabb, mint mondjuk egy társadalmi alrendszer. Az is izgalmas kérdés, hogy hol alakultak ezek. Segítek képpel. Talán az építészeti stílusból lehet következtetni a régióra. Nem árulok zsákba macskát, itt van az első adat, 578. Nem elírás, nem hiányzik egyes, 578-ban alakult a Kongó Gumi építőipari vállalkozás, ami elsősorban buddhista templomok építésére szakosodott. Persze aztán alkalmazkodott a környezethez, a világháború idején áttértek koporsók gyártására, de hogy sajnos, attól függetlenül, hogy ilyen hosszú pályafutása volt, 2006-ban felvásárolta a konkurencia. Megszűnt a jelenlegi formájában létezni ez a vállalat. A másik is egy japán versenyző, a Nishiyama Onsen Keyunkan, egy szálloda, ami 705-ben alapítottak, és a mai napig ugyanaz a család vezetése alatt áll. Fölmerül a kérdés, hogy mi állhat az ilyen szervezetek sikeressége mögött, hiszen talán sikernek könyvelhetjük el, hogy ilyen sok idő alatt mindenféle megpróbáltatások mellett a mai napig fönnmaradtak. Van azonban egy másik érdekes intézménytípus, ami bár nem ilyen régi, bár vannak régebbiek is, hasonló érdeklődésre adhat számot. Fölismerjük ezeket az intézményeket képről, vagy legalábbis a típusukat? A vallás is ez ilyen, de ez nem vallási intézmény. Ezek az egyetemek. Fölmerülhet a kérdés, hogy hát ugye most is egy ilyen intézményben állunk és gondolkozunk, hasonló, változatlan struktúrában, formában működnek mai napig, hogy ennek mi lehet az oka? Ennyire ellenállóak a változásokkal szemben az egyetemek, vagy pont, hogy ennyire rugalmasak és mondjuk képesek a tanulásra, alkalmazkodásra? Itt nyilván személyes tapasztalataink is vannak, amik ezek alapján tudunk válaszolni. Nem térek ki most ennek a részletes szervezetelméleti hátterére, de ennek kapcsán jutottam el a tanulószervezet fogalmáig, amit a felsőoktatás világában vizsgáltam, illetve később lehetőségem volt arra is, hogy a köznevelési intézményekben is vizsgáljam ezt a fogalmat. A kutatásaim alapján részletes szakirodalmi áttekintést végeztem, és egy összegző fogalmat, egy operatív definíciót próbáltam megalkotni, hogy mit is tekintünk tanulószervezetnek, ami egyrészt azért is nehézség, mert a tanácsadói szféra is előszeretettel használja ezt, és nem feltétlenül tudományos igényesség és empirikus kutatások által megalapozott módon definiálja ezt a fogalmat, tehát hogy nagyon sokféle definíció kering a világban. Amikor ezt 2014-ben készítettük, akkor azt hiszem 63 különböző definíciót találtunk a fogalomra, hasonlóan szoktak érteni a kultúra fogalmával is egyébként. Az értelmezésünkben, és talán erre az ábrára váltok, hogy a vizualitással jobban segítsem a megértést, a tanulószervezet egy olyan komplex adaptív rendszer, ami ennek a rendszergondolkodási modellben bemeneti folyamat és kimeneti jellegű elemekből, illetve visszacsatolási folyamatokból, és természetesen egy kontextuális faktorból építhető föl, és ami egy újdonság ennek a megközelítésnek, és ez jól reflektálódik a nemzetközi szakirodalomban is, hogy a tanulószervezet nem egy cél, egy végső állapot, egy szervezeti forma, hanem inkább egy szervezeti viselkedési forma, egy tevékenység, egy folyamat. Itt a központjában lévő három elemet emelném ki, ami egyrészt a tudásmenedzsment, a változásmenedzsment és a munkahelyi és szervezeti tanulás elemeit foglalja magában, tehát hogy mit csinál a tanulószervezet, ezeket a folyamatokat működteti.
Egy népszerű mérőeszközt használtam a kutatásaimban, ami a Marzik és Watkins féle Dimensions to Learning Organization Questionnaire, DLOQ mérőeszköz volt. Ezt már több országban és több szektorban is validálták, és Magyarországon végeztem kutatásokat, ami a köznevelési rendszerben és a felsőoktatási rendszerben vizsgálta, hogy ez egy érvényes, megbízható mérőeszköznek tekinthető a tanulószervezetiség mérésére. 7 dimenziót mutat, ami az egyéni, a csoportos és a szervezeti szintet is elkülöníti. A folyamatos tanulás, a kíváncsiság és párbeszéd, együttműködés és csoportos tanulás, rendszerek a tanulás megragadására, ami inkább a szervezeti tanulás dimenzióját hozza előtérbe, munkatársak felhatalmazása, a szervezet összekötése a külső környezettel, illetve a tanulás támogató vezetés. Az előző ábrán nem tértem ki rá, de itt érdemes ránézni a kimeneti tényezőkre, hiszen ennek fényében szeretném bemutatni az eredményeket. 3 nézőpontot különítünk el, és talán a legtöbb kutatás erre a vezetői, a szervezeti eredményesség nézőpontjára fókuszál. Éppen ezért én a másik kettőre szeretnék fókuszálni, erre szeretnék inputot adni. Egyrészt a munkavállalói nézőpontból a munkavállalói jóléttel kapcsolatos összefüggésekre szeretnék rávilágítani, illetve a társadalmi nézőpontból erre a társadalmi hasznosságra, hasznosíthatóságra. Az első eredményeket a köznevelés világából hoztam, ami kifejezetten a vezetői perspektívára, tehát az eredményességre, amit most a tanulói eredményesség fényében lehet értelmezni. Az eredmények azt mutatják, hogy ha megnézzük az ábrát, ez a matematika pontszámban, a kompetenciamérés pontszámban elért eredményeket mutatják, pontosabban annak a fejlődését, tehát hogy annak a tanulónak a jelenlegi teszteredményéből kivontuk a korábbi teszteredményt, hogy lássuk, hogy mekkora fejlődést produkált a 2 év alatt, és ezt vizsgáltuk annak függvényében, hogy az iskola, ahol ő tanul, ott a diákok többsége alacsony családi háttérindexel, vagy magas családi háttérindexel rendelkezik, tehát így a szocioökonomiai státuszra is utalunk egy kicsit, és azt láthatjuk, hogy azokban az intézményekben, ahol átlag feletti a tanuló szervezeti viselkedés, ott a diákok jóval magasabb fejlődést mutatnak a matematika pontszám tekintetében. Egyébként ez az összefüggés nem mutatható ki akkor, ha csak a nyers pontszámokat nézzük, csak hogyha a fejlődést látjuk, amit egy kicsit dinamikusabb perspektívába helyezi ezt a képet. A munkavállalói perspektívából pedig a felsőoktatás világából hoztam egy érdekes adatot, ahol itt látjuk a tanulószervezeti dimenziókat a mérőeszköz alapján, és megvizsgáltam, hogy különböző indikátorokat, hogyha figyelembe veszünk, akkor melyek azok a dimenziók, amelyek alapvetően befolyásolják azt, hogy például a munkavállalók a felsőoktatásban, oktatók, adminisztrátorok is egyébként mennyire elégedettek az általánosan a munkakörülményeikkel, munkavégzésükkel. Az összefüggés alapján az látható, hogy az általános elégedettségüket elsősorban a folyamatos tanulás, az együttműködés és a csoportos tanulás, illetve a stratégiai vezetés a tanulásért, ezek azok a dimenziók, amelyek meghatározzák. Tehát az egyéni tényezők mellett nagyon fontos a vezetésnek a szerepe is. Még egyet kiemelnék, ez a metafora töltet, ez azt akarja, hogy a kérdőjében megkértük a kitöltőket, hogy egy metaforával jellemezzék a saját intézményüket, és ezt 2 külön kutató kódoltam, hogy töltetük szerint ez inkább negatív, semleges vagy pozitív metaforák, már amelyeket lehetett értelemszerűen így kódolni, és ezt vizsgáltuk, hogy akik pozitív metaforát adtak, azok elsősorban a érdeklődés és kíváncsiság, az együttműködés és csoportos tanulás, a szervezet összekötése, illetve ismét a vezetés szerepét emelték ki. Tehát ezek azok a tanulószervezeti tényezők, és itt már szinte majdnem mindegyiket megemlítettük, amelyek alapvetően befolyásolják a munkavállalóknak a jólétét, munkavállalói elégedettséget a felsőoktatási szervezetek világában. Összegzésként, talán rendhagyó módon most mutatom a leíró statisztikákat, hogy egyébként mi is jellemző a magyar köznevelési intézményekre, illetve felsőoktatási intézményekre a tanulószervezeti dimenziók mentén. Amellett, hogy azt látjuk, hogy a köznevelés jóval magasabbra értékelte ezeket a tényezőket, érdekes különbségeket lehet megfigyelni. Kiemeltem most azokat, amik a legmagasabb 2 értéket kapták. A köznevelésben ez a külső környezettel való kapcsolat, tehát a szervezet összekötése, illetve a vezetés volt. A felsőoktatásban viszont talán nem meglepő módon a kutatói pályából is, az az érdeklődés és kíváncsiság, illetve szintén a szervezet összekötése
dimenziója volt. A negatív, tehát a legalacsonyabbra értékelt állítások pedig itt érdekes ellentétet mutatnak. Például a köznevelésben az a legalacsonyabb, ami a felsőoktatásban az egyik legmagasabb volt, bár így is magasabb az átlaga egyébként, ami az érdeklődés és a kíváncsiság, és a rendszerek a tanulás megragadására, ebben viszont egyezik a felsőoktatással, ott ez is alacsony érték volt, és a stratégiai vezetés az, ami még a felsőoktatásban alacsonyabb értéket kapott. Zárszóként szeretném felhívni a figyelmet, hogy az a tényező, ami mind a két alrendszerben alacsony értéket kapott, a rendszerek a tanulás megragadására, vagyis a szervezeti tanulásnak a dimenziói, vagyis az, hogy hogyan tudjuk a szervezeti memóriába beépíteni az egyéni tanulásnak az eredményeit, az egy különösen fontos fejlesztendő elem a magyar oktatási rendszer szempontjából, és talán a konferenciánk szempontjából is egy fontos tanulság, hogy akár ez a konferencia is tekinthető egy jó lépésnek annak az irányába, hogy Maróti Andor örökségét a felsőoktatás megőrizze magának. Köszönöm szépen a figyelmet. Tehát köszönjük szépen Horváth László előadását, és a továbbiakban, miután az előre tervezett előadások elhangzottak, átadjuk a terepet a hozzászólásoknak, a jelenlévő kedves vendégek inputjának a szekcióba. És két ilyen előre meghívott, vagy felkért előadónk, vagy hozzászólónk lett volna. Az egyik Szabóné Molnár Anna, aki sajnos betegsége miatt nem tudott részt venni a szekció munkájában, de átadom a szót Krajci Mária tanárnőnek, aki ezzel kapcsolatban információkkal fog szolgálni. Engedjétek meg, hogy Szabóné Molnár Anna szívélyes üdvözletét és szomorúságát tolmácsoljam, hogy nem lehet itt közöttünk, és el kell mondjam, nem tudom, hogy szabad-e ezt elmondanom, de talán ebben a privát körben elmondhatom, hogy olyannyira foglalkoztatta őt ez a konferencia, hogy még azt is felajánlotta, hogyha az itt elhangzott, illetve a plenárison elhangzott előadásokból kiadványt készítünk, ő szívesen hozzájárul anyagilag. Nem találkoztam még ilyen felajánlással életemben, tehát ez ezt mutatja, hogy igenis Anna, aki ugyancsak hosszú éveken keresztül vezette a tanszéket, nagyon szeretett volna itt lenni. És legnagyobb örömünkre mindannyiunk, és nagyon sokan, akik most már nem jönnek itt, legnagyobb örömünkre, viszont itt van Csoma tanár úr, aki kiváló hozzászólás írt, hogyha véletlenül nem tudna eljönni, akkor itt legyen, és itt van ez a hozzászólás, de nem kell, hogy felolvassuk, mert hála Isten, ezt akarom mondani, hogy nem olvassuk fel, hanem inkább átadom neki ezt a mikrofont, mert látom, hogy az előadások alatt jegyzetelt. Tehát figyelt, és résen kellett lenni, hogy mit mondunk, mert tanári felügyelet alatt álltunk. Parancsolj! Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Kedves barátaim, lábjegyzetként engedjétek meg, bár ez is Maróti tanár úr emlékére vonatkozik, hogy a előttem megszólaló két ifjú kollega előadásához két nagyon-nagyon-nagyon régi emlékemet elevenítsem föl. Valamikor a 70-es években én olvastam egy francia tanulmányt, és ennek az volt a címe, hogy a matematika, mint korunk latinja az iskolában. Érdemes a dologról elgondolkodni, mert az analógiának minden vonatkozásban lehet értelmezése. A másik ilyen lábjegyzet, ez a Lászlónak a nagyon izgalmas előadásához szólt. Fölhívnám a figyelmét Iván Ilicsre. Ugyanis az ilicsi a 70-es évek botrány az egész világon, társadalom iskola nélkül, antiiskola, de akkor mi helyette? És van egy ilics koncepció, amely beleillik, gondolom, azt hiszem, ha megnézed, akkor talán te is ezen a véleménnyel leszel, ebbe az egész problémakörbe. Lerohanta mindenki ezt a koncepciót, és valószínű, hogy
jogosan is, de azért valami igazság van benne. Maródi tanár úr, mi köztünk a korkülönbség annyi, hogy ő már orosz hadifogoly volt, amikor én még csak Levente köteles, esetleg orosz hadifogoly várományos, mert akkor már szedték össze az én generációmat is. Egyszer egy Debrecenből hazafelé tartó vonatúton hosszan, ketten maradtunk a fülkébe, és hosszan beszélgettünk egymásról. Nagyon kellemes, nagyon jó volt, akkor elmondta az élettörténetét, többek közt a grúzia körüli hadifogságának a élményegét is. Ez a korkülönbség, ez azt is jelenti, hogy én bizonyos értelemben tanítványa vagyok Maróti tanár úrnak. Nem csak az életkor miatt, hanem mert két pontról érkeztünk ebbe a problémakörbe, hogy művelődés és felnőtt oktatás, felnőtt képzés. Ő a művelődés elmélet irányából a kultúra, kultúrfilozófiából, a kultúra bölcseletéből, én pedig a pedagógiából, bizonyos értelemben a nevelés filozófiából. És hoztam magammal egy nagyon merevnek gondolt, és valószínűleg a valóságban is nagyon merev, nem szeretett iskolát, amelyet minden áron meg akartunk változtatni, valós, át akartuk alakítani, minden áron fel akartuk lazítani, és amikor jött a dolgozók iskolája, mint iskolai felnőtt oktatás, akkor kiderült, hogy ott, ebben a bölcseletben, ebben a gyakorlatban nagyon sok minden megvan, amit meg lehetne csinálni, amire rá lehetne tekinteni. És akkor kezdődött el egy gondolkodás a közművelődési eljárások, a módszerek, a szemlélet és a pedagógia szép hozatalára. Úgyhogy azt gondolom, hogy az én aspektusom, az én viszonyom Maróti tanár úrhoz, az két élményt hordoz. Az egyik az a tanulásnak egy nagyon széles és differenciált értelmezése. A tanulás mint olyan, mint emberi funkció, mint a homo sapiensnek egy attribútuma jelenik meg Maróti Bandi bölcseletében, amely érvényes a pedagógiára is. Ez az egyik élmény. És azt hiszem, hogy az én tennivalóim, ha szabad így fogalmazom, munkásságom, az annak az egy vezető gondolata a ránk bízott iskolai felnőtt oktatásnak a fellazítása, a megnyitása a közművelődés felé. Vagy sikerült, vagy nem, ez egy más kérdés, hogy mennyire lehetne, és nem csak az iskolai felnőtt oktatás, hanem iskolát, mint intézmény, mint szervezetet, ugye, hogy pontos legyek a fogalomban, hát olyan irányba ellendíteni, amely a művelődés igényeinek is megfelelne. Tehát a tanulás, mint művelődés, és a tanulás, mint iskolai tanulás viszonya volt az én gondolkodásomban az, amit beépített Maróti Bandi. A másik az, hogy a másik élmény, a másik Maróti élmény, az elmélet, a bölcselet, a filozófiai gondolkodás és a praxis viszonya. Hogy Maróti Bandinál minden nyitott volt, egymásban nyíltak. Egymásban nyílt a bölcselet és egymásban nyílt a praxis. A pragmatikus, a kézzelfogható, a hasznosságot, és a pragmatizmus, mint hasznosságot is magába foglaló praxis. Úgyhogy mindaz, amit én leírtam a biztonság kedvéért, és Marineket odaadtam, az tulajdonképpen
az, amit én most el akartam mondani, mert a nagy öröm ma, jóleső érzés az én itt létemben számomra az, hogy mind azok, akik itt megszólaltak, azok pontosan úgy gondolkodnak, mint én. Vagy én úgy gondolkodok, mint ők. Jaj, de jó. Köszönöm szépen. Baráti viszonyban voltam Valóti Bandival. Ugye az ő 91 néhány évéből csak egy harmada, aki közel két harmadában volt hát társa, vagy barátja, vagy együttműködője. Én csak az elmúlt 30 évben voltam barátja. Én a Rákosi rendszer közepén voltam gimnazista, 52-től 56-ig. És a Rákosi rendszer közepén a tanáraimtól, akik mind Óbudán jártam a Árpád gimnáziumba, gyakorlatilag egy kivételével mind a 30-as években jártak iskolába, tehát akkor szocializálódtak. Tehát a Rákosi rendszer közepén a legklasszikusabb mentalitást közvetítették felénk a tanáraink. Ez egy fantasztikus dolog. Ugye hallottunk itt arról általánosság szintjén, ugye, hogy a tanároktól mit kap az ember, és mit visz tovább. És egy olyan társadalmak, amelyek itt a Kelet-Európában vannak, ahol nagyon hamar változnak a tendenciák, a politikai tendenciák, itt nem olyan ritka az, hogy akik tanítják a fiatalságot, azok egy előző mentalitás rendszerében szocializálódtak, és azt építették be. Ugye, mert ez biztos a fiatalok is jól tudják, hogy a 25 és 35 év között kapott tapasztalatok, azok a legmélyebben beépült személyes tapasztalatok, amelyeket később csak formálni, deformálni sokszor sikerül, vagy valamennyire kiegészíteni, akkor kapja az ember a szellemi területen az úgynevezett első élményeket. A tabula rasa, ugye? A tábla, ahova bevésik az első tapasztalatokat, azokat ekkor kapjuk meg, és azok teljesen nem írthatók ki, azok nem lehet ki satírozni már. Tehát mi ezeket akkor azoktól a tanároktól kaptuk, és aztán természetesen a későbbi főiskolai tanulásokból is sok minden következik. 1990-ben hozzám fordultak, ebben részletezem, hogy nem volna egy kedvem az idősek oktatásával foglalkozó Európa Tanácsi Bizottságban részt venni Magyarország képviseletében. Ugyanis a pedagógiai területen nem találtak ilyet, aki az öregekkel foglalkozott volna akkor. És akkor én ezt elvállaltam. Úgyhogy 1990-ben voltam Strasbourgban, ahol az idős oktatással foglalkozó bizottságban részt vettem. És avval zárnám, hogy a kultúráról írt könyveit, azt minden egyetemen kellene tanítani. Harangi László annak idején maga mondta, hogy kérdezték, hogy ő hogy került az andragógiába, akkor azt mondta, hogy ő egy andragógiai kalandor. Ezt le is írta a neki dedik, amikor megcsinálta, hogy a kultúra és közösségnek beleírta, hogy ő egy andragógiai kalandor. Hát, hogyha Maróti Andort kérdezték arról, hogy ő mit gondol a felnőttek tanulásáról, akkor azt nagyon érdekeset mondott a Bandi, hogy ez valami olyan, ami teljesen átalakítja az embert, mert maga is tanulóvá válik.
és azt mondta nekem, hogy tudod, ezt a máltaiaknál van egy pofa, úgy hívják, hogy Peter Mayo, egy nagyon jó pofa gondolkodású egyetemi tanár a Máltai Egyetemen, ő azt mondta, hogy nem felnőtteket tanítunk, hanem felnőttekkel tanulunk. És azt mondta Maróti tanár, hogy mi a felnőttekkel tanulunk. Szóval tanuld meg, amikor nem érted az andragógiát, hogyha te tanítani akarod a felnőttekkel. Te tanulsz a felnőttekkel. És ez egy nagyon tanulságos megjegyzése volt a tanár úrnak. Köszönöm szépen. Engedjétek meg, hogy egy mondatban foglaljam össze valamennyit, hogyha azt mondjuk, hogy a tanulás a legalapvetőbb emberi élettevékenység, akkor abban minden belefér, amit most elhangzott a születés pillanatától, de talán már az intrauterén élet is befolyásolja azt, hogy egy ember mivé, hogyan fog változni, és a másik a genetikán túl, az intrauterén, az édesanyja szerepén túl, az a társadalmi környezet, ami körülvesz bennünket. Ezért a kettőért érdemes harcolni, és azt gondolom, hogy akik itt vannak, azok azért ülnek itt, mert ezt a elméletet és gyakorlatot képviselik. Ehhez kívánunk mi idősebbek sok szerencsét, békét a világban, és boldogságot az emberiségnek. Köszönöm a figyelmüket!